A Radnótiban 122-en írtak felvételit 8. osztályosok közül. A legtöbb diák nehéznek találta az országosan egységes matematikai feladatokat, míg a magyar sikeresebben teljesítették, ott a szokásos típus feladatokat kapták. Mi is kíváncsian vártuk a feladatokat, és a vizsga után gyorsan kérdezgettük a kijövő gyerekeket, akiknek egy része elkeseredett volt, másik része örült, hogy túl van ezen a megmérettetésen, hogy milyennek érezték a feladatsorokat. Ugye azóta már ki is javítottuk ezeket a dolgozatokat, átellenőriztük, és így azért alapvetően megállapíthatjuk, hogy a matematika egy kicsit nehezebben sikerült, vagy rosszabbul sikerült most a gyerekeknek. A matek dolgozatok átlagos eredménye 29,1 pont lett, ez nem sokban tér el a szokásostól. Tavaly ugyan 32, előtte viszont a mostanihoz hasonló 29 pont volt. Az idén felvételizők azért érezhetik rosszabbul sikerültnek az írásbelit, mert 3 egyenletként megoldandó szöveges példát is kaptak. A dolgot súlyosbítja, hogy a feladatsorra 45 percük volt, így előfordult, hogy az utolsóra már nem maradt elég idő. Vagy az időt kellene egy kicsit meghosszabbítani, mondjuk 45 perc helyett a 60 perc talán már elegendő lenne arra, hogy a gondolkodtató példákra ma is neki tudjanak a gyerekek kezdeni, és az ötlet jöjjön, mert ugye a szöveges feladatokhoz általában már kell ötlet, vagy pedig akkor 10 feladat helyett esetleg 9 feladattal már jobban tudnának boldogulni a gyerekek. A szaktanár hangsúlyozza, ennek ellenére a felvételi jó fokmérő, mert különbséget tesz a gyerekek között és széthúzza a mezőnyt. Annak, aki úgy érzi, nem sikerült jól az írásbeli, még nem kell elkeserednie, így is bejuthat a vágyott középiskolába. Az írásbeli után az intézmények többsége felvételi beszélgetésen ismerkedik meg a jövendő diákjaival, továbbá számítanak a hozott pontok, azaz a korábbi tanulmányi eredmények is.